A festményekből álló tárlat Miroszláv Jovancsik elmúlt 13 évét fogja össze. A megnyitó alkalmával Bicskei Zoltán szervező elmondta, hogy értékes kiállításról van szó, és mindenképp szerették volna bemutatni a magyar kanizsai közönségnek is. Az a lényeg, hogy nagyon kevés valódi képzőművész, kézzel dolgozó művész van manapság a világban, és sajnos környékünkön is, aki a kézművesség nemes hagyományát szellemiesíti. Egyik ilyen ritka ember Miroszláv Jovancsik, és egyre inkább megérik, egyre inkább beérik, hát itt nagyon fontos volt, hogy az utolsó alkotó korszakával egy komoly válogatást itt bemutassunk. Az alkotó Miroszláv Jovancsik elmondása szerint sok minden inspirálja. Festményeivel elsősorban az adott pillanatban megélt észleléseket, érzelmeket szeretné közvetíteni. A festményeimben mind olyan dolgok vannak megrögzítve, amelyeket én nem szeretném elfelejteni, amelyekre szeretnék emlékezni, és amelyeket szeretném megőrizni az én idegrendszerembe, az emlékembe, és mindig arra törekszem, hogy ezeket a pillanatokat, melyeket adott pillanatban, adott helyzetben tudok érezni, észlelni, hogy rögtön próbáljam őket rögzíteni. A kiállítás április 15-ig tekinthető meg.